Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr! Még februárban történt a fővárosban az a megdöbbentő támadás sorozat, amelynek során egy jó rész külföldi aktivistákból álló csoport békés járőkelőket vert meg brutális kegyetlenséggel. Minden esetben többszörös túlerőben, mégis alattomos módon hátulról támadtak áldozataikra, botot, kalapácsot, viperát használtak. Különösen felháborító, hogy az elkövetők áldozataikat minden esetben kizárólag a kinézetük alapján választották ki. A megvert emberek semmilyen okot nem szolgáltak arra, hogy rájuk támadjanak. Még csak szóváltásra sem került sor. Az eseteket követően hamar világossá vált, hogy erőszakimportról van szó. Az elkövetők egy nemzetközi szélső baloldali szervezet, az Antifa tagjai és támogatói voltak. Azért érkeztek Budapestre, és céljuk az volt, hogy rendzavarást, felbújdulást okozzanak. Tűrhetetlen, hogy egy szélső baloldali erőszakszervezet tagjai magyar állampolgárokat verjenek Budapest utcáin, pusztán azért, mert kinézetük alapján úgy vélelmezik, hogy azok politikai meggyőződése más, mint az övéké. Elfogadhatatlan, hogy Magyarországon politikai meggyőződésből erőszakos, felforgató cselekményeket kövessenek el. Nálunk közéleti konszenzus van abban, hogy az erőszak semmilyen formában sem tolerálható. A rendvédelmi szervek legszigorúbb fellépésére van szükség annak érdekében, hogy ez a baloldali erőszakszervezet ne vethesse meg a lábát hazánkban. Tisztelt államtitkár úr! Folyik-e még nyomozás vagy vizsgálat az említett ügyben? Sikerül-e felelősségre vonni az elkövetőket? Folyik-e célzott munka rendvédelmi szerveknél az Antifa Magyarországra irányuló tevékenységének felderítése és elsődleges későbbi támadásainak megakadályozása érdekében? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen. Képviselő úr, a válaszra Rétvári Bence miniszterhelyettes államtitkár úrnak megadom a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Nem csak a budapestieket, de Magyarországon mindenkit mérten háborított föl az, hogy az Antifa mozgalomnak a magyarországi sejtje külföldről hívott embereket arra, Németországból, Olaszországból, hogy ott is már ismert és közismert bűnelkövetők, más országban az Antifa terrorszervezetek is tartják, most ezek Magyarországra jöttek, és utána embereket támadtak meg, ahogy ön is utalt rá, pusztán az öltözködésük alapján, fényes nappal is akár a magyar utcákon. Általában hátulról támadták meg őket, először a térdükre mértek ütést, hogy földre rogjanak, úgy ütlegelték őket, de mindenképpen először igyekeztek hátulról őket a földre teperni, és közben pedig paprikasprével lefújni őket, vagy azokat is, akik szemtanúk lehetnének, hogy ne lássák, hogy kik azok, akik ezt elkövették, és igyekeztek az elkövetők az arcukat is eltakarni. Elfogadhatatlan a minden erőszak, de hogyha valaki ilyen gyáva módon hátulról támad, és igyekszik utána még a szemtanúknak a ellehetetlenítésére is, ez aztán végképp azt hiszem, hogy sokakat felháborít. Elfogadhatatlan. Ez Magyarországon nem szokás. Lehet, hogy ilyen előfordul Németországban, lehet, hogy ilyen előfordul Olaszországban, de Magyarországon ilyen nem fordult elő, és nem is fog előfordulni. És ami a még felháborítóbb, hogy a Szikra mozgalomnak a képviselői, főleg Jámbor András képviselő úr, aki itt a parlamentben is ül, ő utána még a hatóságokat szólította föl bocsánatkérésre, és a mozgalom tagjaival szemben követel elégtételt a nyilvánosság előtt, azok ki követelnek elégtételt, akik filozófiát csináltak abból, hogy erőszakkal is lehet politikai nézeteltérést, vagy félt politikai nézeteltérést rendezni, és teljesen számukra ismeretlen, a ruházatuk alapján valamilyennek gondolt embereket, akinek egy jó része ráadásul külföldi volt, turista volt, tehát nem is magyar volt, őket megtámadnak. Tordai képviselőnek is, meg Jámbor képviselőnek el kéne mondani, hogy honnan is ismeri ezeket az embereket, mire biztett őket, és miben segítették őket a választási kampányukban, hiszen közös fotók is készültek róluk a választási kampányban. Köszönöm szépen, miniszterhelyettes úr, egy perces viszontválasz illeti meg Földesi Gyula képviselő urat, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Egy erőszakimportról beszélhetünk, felmerül a kérdés, hogy ki az importőr, kik azok, akik ide hívják ezeket a külföldi bűnözőket. Az is valószínűsíthető, hogy valaki segítette az erőszakos cselekmények elkövetőit az akciónak a szervezésében, ezért, ha megengedi államtitkár úr, további kérdést intéznék önhöz. Kik és hogyan segíthetik az antifasiszta erőszakimportját? Kinek áll érdekében a társadalmi rend erőszakos cselekményekkel történő megzavarása? Köszönöm szépen, képviselő úr!
Megköszönöm együttműködésüket, mielőtt megadnám a szót államtitkár úrnak. Lezsák Sándor alelnök úr veszi át a levezető elnöki teendőket, és Rétvári Bence miniszterhelyettes úrnak megadom még a szót. Parancsoljon! Köszönöm a szót mindkét elnök úrnak, tisztelt képviselő, tisztelt ház. A magyar hatóságok a végére fognak járni ennek az ügynek, megkeresték a külföldi társhatóságokat is, és minden elkövetőnek a kilétét megpróbálják felfedni, és megpróbáljuk megakadályozni, hogy valaha is Magyarországon ez megtörténhessen. De felháborító, hogy a magyar baloldal a történetben nem először legitimálja az utcai erőszakot, és azok nevében követel elégtételt, akik a filozófiai megágyazói voltak annak, hogy a magyar utcákon fizikai erőszakkal bárkit megüssenek. Hiszen, hogyha külföldi turistákat így viperákkal vagy más módon megtámadtak, ütlegeltek vascsövekkel, akkor bármely budapesti járókelő bármikor ezeknek az antifa csoportoknak, szélsőséges baloldali politikai csoportoknak bárki az áldozata lehetne. De nem lesz, mert a magyar rendőrség, a magyar kormány ezzel szemben fel fog lépni, bármennyire is hetek és hónapok óta Jámbor András és társai próbálják mentegetni ezeket az embereket. Erre nincs mentség, és ennek nem lehet folytatása. Ezt az erőszakot Budapest utcáiról száműzni kell. Köszönöm szépen!